Jó estét kívánok! Ma ismét képviselői fogadóórát tartunk a Pécs TV-ben. A következő fél órában a 13-as számú választókerület képviselője Kablár János lesz stúdiónk vendége. Így most főleg az Uránváros egy részének területén élők kérdéseit, észrevételeit várjuk, de persze hívhat bennünket mindenki, akinek véleménye van. Telefonszámaink, elérhetőségeink már is élnek. El kell, hogy mondjam azt is, hogy eredetileg ide vártuk volna Nyögéri Lajost is, a 14-es számú választókerület képviselőjét, de ő halaszthatatlan elfoglaltsága miatt sajnos most nem tud itt lenni, vele egy későbbi időpontban találkozhatnak majd. Kablár János viszont itt van, szeretettel köszöntöm, képviselő úr. Jó estét kívánok! E körzetnek a képviselője ön már több ciklus óta. Mióta is? Harmadik ciklusban, 10 éve. Ez már 10 év. Igen. Ennyi idő alatt már papírforma szerint is látszani kell az önkeze nyomának a kerületen. Mire emlékszik vissza ebből a 10 évből? Hogy akkor, amikor először megkapta, és most ebben az egy évtizedben mekkorát fejlődött ez a terület? A legnagyobb fejlődés, én úgy gondolom, hogy abban van, hogy ez a kerület túlnyomó részt, majdnem 100% panel házakból áll, és ma ott tartunk, hogy 3 házt, vagy 4 házt talán kivételével minden panelházat felújítottak ez alatt a 10 év alatt. Ez a program akkor kezdődött, amikor az első ciklusomat töltöttem, és mára mondhatom, hogy szinte 100%-ig felújították ezeket a házakat. Ez annyit is jelent, hogy a fűtés is lényegesen olcsóbb lett. Persze relatíve, mert a fűtés sajnos nagyon drága. A kerület dolgairól még sokat fogunk beszélgetni, hiszen ez a műsor azért van, és a nézőket is arra biztatjuk, hogy kérdezzenek, hogyha konkrétumok vannak, amire választ szeretnének, akkor azt is bátran feltehetik. Egy picit még a képviselői munkáról, magáról. Ugye politikailag is sok minden történt az elmúlt 10 esztendőben. Ön hogy élte ezt meg képviselőként? Nagyon nehezen. Én nem vagyok nagy vitatkozó, nem szeretek csak azért szerepelni, hogy mutassanak a televízióban például, de nehezen élem meg azokat az üres járatokat, amik a közgyűlésben néha folynak, és idegesítőek lehetnek, főleg a külső szemlélőnek, de belül is nagyon idegesítő. Másrészt pedig nagyon érdekes munka az önkormányzati munka, hiszen nem csak annyiból áll, amennyit a televízió nézők látnak, rengeteg bizottsági ülés van, rengeteg vita, rengeteg töprengés, hogy hogyan lehetne megoldani kevés pénzből is azokat a problémákat, amik az embereket foglalkoztatják. Ön az MSZP képviselője, tehát a városvezető koalícióhoz tartozik. Volt időszak, amikor frakció is vezető is volt. Most mi a tisztsége a párton, illetve a frakción belül? Van-e? Nincsen a frakción belül tisztségem. Én 1 évre vállaltam a frakció vezetést ennek a ciklusnak az elején. Ez az év letelt, és átvette más. Örülök neki, hogy átvette, nagyon felelősségteljes munka a frakcióvezetés, rengeteg töprengéssel, rengeteg ütközéssel jár, és nem is biztos, hogy én voltam talán a legalkalmasabb erre. Annyit azonban sikerült elérni, hogy ezt az új frakciót, ami a 2006-os választáskor jött össze az MSZP-ben, ezt sikerült úgy, ahogy összerázni, sikerült megszervezni a frakció munkát. Tehát a kezdeti lépéseket megtettük. A folytatás az legyen a fiatalabbaké. Mostanában ugye mindenki élesen figyeli az országos eseményeket, a kormány átalakítást, a koalíciós szakítást. Ez itt helyben hogy csapódik le? Ebben a közgyűlésben van-e ennek valamiféle rezonéje? Természetesen az ellenzék most is, amiért van, azt csinálja, tehát kritizál bennünket, mint városvezető koalíciót. A koalíció, a városvezető koalíció azonban megmarad. Az SZDSZ-szel tárgyaltunk az elmúlt hetekben, amióta a kormányválság tart, és kinyilatkoztatták, hogy ők továbbra is együtt kívánnak dolgozni a szocialista frakcióval. Bizottságban is dolgozik, sőt egy tanácsnoki tisztséget is betölt, ön a kisebbségekért felelős kisebbségi tanácsnok, így hívják pontosan. Mit jelent ez a munka?
ezt második ciklusban töltöm be ezt a feladatot, és nagyon szép feladat. 9 kisebbségi önkormányzat alakult már az előző ciklusban, és most is. A kisebbségekkel való foglalkozás rengeteg figyelmet, nagy érzékenységet és nagy energiát követel. Sok az egyeztetés, sok a munka vele, az effektív munka vele, de nagyon szép munka. Én nagyon élvezem. Tehát az, hogy Pécs sok nemzetiségű város, akkor ennek ön a szépségeit, előnyeit, értékeit látja közelről. Így van, így van. A sokszínűség szép, ugye ezt szokták mondani. Pécs szerencsés ebből a szempontból. 3 nagy kisebbség van, ugye a roma, a német és a horvát, és hát sok kicsi, akiknek a létszáma talán nem túl jelentős, 50-70-100 fős kisebbségek ezek, de az ő kultúrájukkal, szokásukkal színesítik a város életét, és ez nagyon jó. Emellett és az egyéni képviselőség mellett bizottságban is dolgozik. Melyik is ez a bizottság? 2 bizottságban, az önkormányzati bizottságban és az oktatási bizottságban dolgozom. Tehát sok mindenről kérdezhetik önt a nézők, de az elsődleges természetesen a választókerület, hiszen a 13-asról van szó, úgyhogy arra biztatom önöket ismét, hogy ragadjanak telefont, vagy pedig írjanak SMS-t, hogyha kérdésük van, akár a kerülettel, akár a bizottsági, vagy a kisebbségi dolgokkal kapcsolatban. De mielőtt a részletekről beszélgetnénk, egy kicsit szaladjunk vissza az időbe. Nem sokat, csak 2006-ig, amikor voltak a választások, amikor képviselő úr megkapta a mandátumát, akkor készítettük vele a következő kis összeállítást. Lássuk, milyen tervekkel vágott neki. Már jó ideje lakatlan ez az épület, aki az Uránvárosban él, azt tudja, a Berze Nagy János utcai ingatlanban volt már óvoda, bölcsöde. A terv az, hogy ismét élet költözzön a falak közé. Kablár János, a 13-as számú önkormányzati választókerület képviselője azt szeretné, ha bölcsöde működhetne itt. Ez pedig már Pécs egyik legismertebb iskolája, a Társé, és annak pedig a színház terme. Valljuk meg, ráfér az épületre a felújítás. Az intézményben olykor 2500 fiatal fordul meg, az itt dolgozók azt mondják, megérdemelnék a rekonstrukciót. Kablár János támogatja a sportiskolások elképzeléseit, szerinte a jövő az oktatási intézmények fejlesztésében van. Uránváros előregedő városrész, rengeteg nyugdíjas él itt, de egyre több a fiatal, a családos, gyermekes család is. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az itt lévő létesítmények fennmaradjanak, és olyan állapotba kerüljenek, hogy tudják fogadni a majd ide érkező rengeteg gyereket. Kablár János 63 éves nős, egy gyermek édesapja, geológus végzettségű, most az MSZP megyei irodavezetője. A közgyűlésben a városvezető párt frakcióvezetője, tagja az önkormányzati bizottságnak, valamint kisebbségi tanácsnok is. Kablár János hangsúlyozza, a Szopiane terv keretén belül megújulnak az uránvárosi fő közlekedési útvonalak, ilyen az építők útja, a Tüzér és a Veresendre utca. A szocialista képviselő hozzátette, a játszóterek építése is fontos feladat kell legyen a közeljövőben. Nos, mi történt azóta, változott a kép? Egyrészt az intézmények állapotáért aggódott 2006-ban. Hát változott a kép, először is 63 éves voltam, akkor most már 65 vagyok. Ez alapvető változást jelent, de az intézmény, de komolyra fordítva, ugye szerettem volna, és most is nagyon szeretném, hogyha az intézmények megújulnának, elsősorban a Társi nevű, közismert nevén Társi nevű iskola, nem került erre sor, nem jutott rá a költségvetésből. Bízom benne, hogy egyszer majd sorra kerül ennek a felújítása, mert változatlanul azt vallom, hogy ez sokáig nem odázható már el. A többi intézménnyel kapcsolatban, ami itt elhangzott, a Berze Nagy János utcai volt bölcsőde helyzete azóta sem oldódott meg. Szóba került, hogy ide költözne a harmadik kerületi, tehát a Mecsek nyugati szociális központ, de ennek a bölcsődének az átalakításához, felújításához ma már olyan nagy összeg kellene, hogy ez sincs meg sajnos a költségvetésben, körülbelül 100 millió forintba kerülne az átalakítása, felújítása. Egyelőre erre nem jut pénz.
Intézmények, egyéb intézmények felújításához én, mint egyéni képviselő próbálok hozzájárulni a képviselői alapomból, játékok beszerzésével, programok szervezésével, programok finanszírozásával. Tehát az intézményeket változatlanul nagyon fontosnak tartom. Nem ürülhet ki ez a kerület. Ha az intézmények megszűnnének, akkor a kerület kiürülne. Tulajdonképpen csak egy hálóhelyű szolgálna az ott lakók számára. Tehát sem a Társi, sem a Berze Nagy János bölcsi sorsa nem oldódott meg a két év alatt, ezt ön kudarcként éli meg? Eléggé, igen, eléggé, de hát ez sajnos objektív körülmények diktálták így, sajnos nem oldódott meg. Van azonban előrelépés. A főutak kérdésében ebben az évben egészen biztosan sorra kerül a építők útjának a felújítása, mert elég rossz állapotban van, és ez a autóbuszok járnak ott nagy mennyiségben, tehát nagyon fontos, hogy ez megújuljon. A Ybl Miklós utca, amelyik szintén elég rossz állapotban van, jövő év tavaszán kerül teljes felújításra. Európa Kulturális Fővárosának a közterek parkok megújítása programjába benne van az Ybl Miklós utca teljes felújítása, teljes rekonstrukciója, nem csak az út felújítása, hanem a környezet, a parkok rendbetétele, virágozás, játékok és így tovább. Ezt még megtolja az észbányászok tere, tehát a mecsekáruházzal szemben, vagy előtt lévő nagy térnek a rendbetétele, a 17 emeletes előtti nagy térnek a rendbetétele, és a szemben lévő park, amelyik már nem az én választókörzetem, de a teljes park felújítása is ebben a programban benne. Tehát ez mind LKF program? Ez mind LKF. Akkor ennek mondjuk jövőre tényleg el kell kezdődni. Elfogadtuk már a pályázatot, amit meghirdettünk, el is fogadtuk, meg van nyertes pályázat, van már kivitelező, megbízott kivitelezőt, én benne voltam a zsűribe, tehát tudom, és ez a felújítás, teljes rekonstrukció, ez jövő év tavaszán, körülbelül egy év múlva, de inkább előbb megkezdődik. Ezeknek a tereknek és a parkoknak a karaktere is meg fog változni, vagy csak egyszerűen rendbe rakják, és lenyírják a füvet, és fákat, virágokat ültetnek, vagy pedig tényleg lesz valami látványosabb változás? Hogyne lesz látványosabb változás. Például ebben a nagy parkban, ami ott a hét emeletesek előtt van, most nem jut eszembe a neve, ez egy közterület, ott felnőtteknek és gyerekeknek lesz játék lehetőség, többféle játék lehetőség, lesz egy medence, lesz szökőkút, ugyancsak lesz egy medence a 17 emeletes előtt, ahol most is van egy ilyen gömb szökőkút, de azt egy sokkal komolyabb berendezés fogja felváltani, és teljesen megváltozik Uránvárosnak ez az úgynevezett központi területe, az egész karaktere megváltozik, sokkal inkább emberivé, emberközelivé, lakhatóvá teszi. Ez a pályázat, amit én láttam, és nagyon tetszett, de a szakemberek, a fontosak, őnekik is nagyon tetszett, amelyik megnyerte ezt a pályázatot, egy nagyon nagy változást fog előidézni Uránvárosban. Uránváros, Páfrány utca és környéke a város mostoha gyereke. Mikor nyírják le a gazt? Ezt kérdezi egy nézőnk, SMS-t küldött. A PVVRT, tehát a Városüzemeltetési Vállalat nyírja a füvet. Én úgy tájékozottam, hogy megkezdődött Uránvárosban a fűnyírás. Csak én mondom, hogy én nekem van egy kis kertem, ahol jóformán fű van, más nincs is. Én ott 17-szer nyírok egy évben füvet. A PVVRT-nek 4-5 fűnyírásra van csak kerete, tehát türelmet kérek, mindenhol, minden parkban sor kerül a fűnyírásra, de arra nem lehet számítani, hogy ott állandóan szép, nyírt füvet találhatunk. Hát igen, de már minden rendes kiskert gazda ezen a tavaszon biztos, hogy egyszer már lenyírta a füvet, ha én nem háromszor. Többször. Ön háromszor, vajon ott Uránváros környékén már egyszer volt nyírás? Egyszer volt már fűnyírás, igen. Tehát és most van a második.
Jó, hát reméljük, akkor tényleg nincs olyan terület, ahol még egyszer se nyírták le. Említette a játszótereket és a gyerekeket, pedig azt tudjuk azért, hogy ez egy előregedő városrész, tehát itt elég kevés a kisgyerekes család. Szükség van ennyi játszótérre? Vagy pedig azt várják, hogy vissza fognak települni a fiatal családok? Nincsen szükség ennyi játszótérre. Gyakorlatilag minden négy emeletesek által körül határolt téren van egy-egy játszótér. Én nem számoltam össze, hogy az én választókörzetemben hány játszótér volt valamikor, de legalább 20-25 játszótér volt csak az én körzetemben. Ennyi nem kell. A feltétlenül kell viszont 2-3 igazán korszerű európai játszótér. Most pillanatnyilag egy van, amely közterületen van, ez a Magyar Lajos utcai parkban, egy uniós játszótér. Szeretném, hogyha még ebben az évben megvalósulna a túloldalon, tehát a Gosztonyi utca felőli részen is egy legalább, és hát ezek a előregedett, korszerűtlen, tulajdonképpen a Unióban már be is tiltott játszótereknek a lebontása időszerű, úgy, hogy megmaradnának a homokozók, ott a homokot föl kell újítani természetesen, és biztonságossá kell tenni a gyerekek számára, és néhány olyan játék, ami még megmaradhat, tehát korszerű. Egyébként az, ami a 50-es, 60-as években kialakult, ez a játszótér dömping, ez ma már természetesen felesleges. Lesz fiatalítás természetesen, hiszen az öregek, ez az idők rendje elmennek, és helyüket majd fiatalok foglalják el, ahol újra gyerekeket szülnek, de olyan dömping már nem várható, mint a 60-as, 70-es évek elején. Egy picit még maradjunk a környezet rendezettségénél, mert ez tényleg olyan téma, ami mindenkit érdekel és érint. A PVV-nél most ugye bevezették a városgondnoki rendszert, ez vajon enyhít-e majd a dolgokon, hiszen most ott is van valaki, aki a gazdája ennek a területnek, akinek közvetlenül lehet szólni. Ön érzékeli már ennek a hatását? Nagyon jó rendszert vezetett be a PVVRT, én nagyon jó kapcsolatot ápolok azzal a két úrral, akik Uránvárosért felelősök. Nagy megelégedésemre, amikor egyszer magam jártam be nem olyan régen a körzetemet, és írtam föl, hogy milyen problémákat tapasztalok, szembe jött velem éppen a PVVRT-nek egy felelőse, aki a Uránvárosért felelős, és ő is ugyanígy a jegyzett füzetét tartotta a kezében, és írta azokat a problémákat, amiket lát. Tehát igazán gazdája lett a PVVRT ezeknek a körzeteknek. Persze az igazi gazdák maguk a lakók lehetnének. Volt egy olyan ötlet is, többen elmondták már, hogy jó lenne a lakókat jobban bevonni a házak körüli környezetrendbe tartására, akár úgy is, hogy eszközöket biztosítani számukra. Ebben elindult-e valami? Igen, nagyon sok ház előtt vannak kiskertek, amiket a lakók ápolnak, ők megveszik hozzá a hozzávalók, a saját szerszámaikkal dolgoznak. Nagyon örvendetes ez, hiszen ez így természetes. A múltkor tartottunk egy fórumot éppen az LKF közterek parkok felújítása kapcsán, és bemutattuk ezt a perspektívát, hogy mi lesz ott, és milyen szép lesz. És valamelyik lakó azt kérdezte, hogy jó, de ki fog erre vigyázni? És akkor többen ott elmondtuk, hogy hát hiszen ők. Őnekik kell arra vigyázni, hogy ez ne menjen tönkre, hogy ne legyen szemetes, hogy ne hordják el a virágokat, hogy ne tapossák el, és így tovább. Említette sikerként a panelrekonstrukciós programot, hogy szinte már minden ház esetében megvalósult ez a program. Érezhető a javulás? Tehát miről számolnak be az Uránvárosban élők, hogy valóban olcsóbb lett a fűtés, és jobb élni, melegebb van a lakásokban? Én úgy tudom, hogy 20-30%-kal melegebb lett a lakásokban, és fajlagosan ennyivel olcsóbb is lett a távfűtés. Amivel azonban nem vagyok megelégedve, és természetes, hogy ezt szóvá is teszem, hogy a felújított házak külseje is megújult. Szép, szinte szép lett, de legalábbis nagyon színes, nagyon reprezentatív lett. Ez a egyébként nem túl szép épületek is mutatósak lettek Uránvárosban.
de rettenetesen elcsúfítják a grafitik. A teljesen frissen felújított panelházak oldalán mindenhol szinte tapasztalható, hogy össze vannak firkálva, és ez is sajnos, erre nem lehet közterületfelügyelőt vagy rendőrt állítani, erre a lakóknak kellene vigyázni, hogy ez ne így nézzen ki. A grafitik eltávolítása rettenetes drága. Több ajánlatot kértem már, és mindenhol nagyon magas árakat kérnek, természetesen, mert ez egy bonyolult vegyi folyamat szerintem. Tehát nem lehet levakarni, meg ilyesmit, tehát vegyileg kell közömbösíteni ezeket a csúnya felírásokat, és erre nincs pénz, erre se a lakóközösségnek, se az önkormányzatnak nincsen költsége. Ezt a lakóknak meg kellene előzni, hogy ezek... De hogyan mégis, mit kell tenni egy lakónak? Hát örömmel jelenthetem, hogy 2 évvel ezelőtt végre megalakult Uránvárosban is egy polgári őregyesület, amelyik többek között erre is figyel, éjszaka járják a utcákat, és figyelnek, hogy ilyen ne forduljon elő. Természetesen kevesen vannak, és nem minden vesznek észre, de nagy segítséget nyújtanak nekünk. Gondot okoznak-e a kutyák, hiszen nagyon sok a zöld terület ott a házak között, és sokan tartanak is házi kedvencet. Oda viszik sétáltatni a kutyákat ezekre a zöld területekre? A szerencsés a mi körzetünk. A Teleki Blanka téren van egy hatalmas, nagy bekerített terület, amelyik kimondottan kutyafuttató. Azért van. Ezért rettenetesen idegesít, ha meglátom, hogy a közelben, szinte a szomszédságában ott sétáltatják a lakók a kutyákat, ahelyett, hogy bevinnék erre a területre, és ott végezhetnék el a kutyák a dolgukat például. A közterület felügyeletet meg is kértem, hogy először csak szóljanak a kutya tulajdonosoknak, hogy ott van ez a hatalmas terület, amelyik szép is, bekerített és rendben van tartva. De ha nem használ a szép szó, akkor nyugodtan büntessenek is, mert hiszen van terület, ami erre való. Nem kellene az egész Uránvárostban kutyapiszkokon járkálni a lakóknak. Hát, hogyha már nem viszik oda, akkor pedig tartsák be a szabályokat, és igenis kis zacskót vigyenek magukkal. Már én nem igazán hallottam még, hogy igazából ezért büntetett volna valaki, pedig azért ennek elég szigorú tarifája van. Ön tud ilyenről? Nem tudok, nem büntetnek. Közlekedési helyzet. Uránvárosban ugye elég sűrűn járnak a buszok, de még így is folyamatosan azt látni, hogy nagyon zsúfoltak. Az egész városban zsúfoltak a tömegközlekedési eszközök. A közlekedési RT nagy gondokkal, anyagi gondokkal küzd. Azt gondolom, hogy járatritkítások helyett inkább ezt az állapotot kell elfogadni. Rendkívül nagy a közlekedési RT-nek a önkormányzati támogatása. Sokáig ez nem tartható. Én elismerem, hogy nagy zsúfoltságban nehéz közlekedni, de inkább ez legyen, mint hogy járatokat kelljen ritkítani. Nagyon fontos az is, hogy egy városrészben legyenek megfelelő kulturális lehetőségek, tehát olyan szabadidő eltöltésre alkalmas központok, művelődési házak, ahova bemehet a lakosság. Van ilyen Uránvárosban? Hát büszkeségünk az Uránvárosban a 3. színház, amelyik ugyan nem az én körzetemben van, de rengeteg fiatal, én is elég gyakran, nem annyira gyakran, mint szeretném, de elég gyakran ellátogatok a 3. színházba, és rengeteg fiatal jár oda, egyetemisták főleg. Hát olyan is a repertoárja a színháznak. A másik művelődési lehetőség, amit sikerült úgy átszervezni, hogy lakótelepi művelődési intézmény is legyen, ez pedig a Szivárvány Gyerekház, amelyik most már lakótelepi feladatokat is ellát. Ösztönözzük, és meg is állapodtunk, az ifjúsági házhoz tartozik ez az intézmény, megállapodtunk velük, hogy ők
lakótelepi feladatokat is betöltenek, sokan is igénybe is veszik. Most ott is lett egy kis szobaszínház, ahogy én látom, elég sok ember látogat oda a szakkörökbe, ilyen más rendezvényekre. Örülök neki, hogy így van. Tovább gondoljuk a kulturális intézmények egész struktúráját. Elképzelhető, hogy még iskolákat is bevonunk majd a közművelődési feladatok megoldásába, urámvárosi iskolákat is. És ez ugye önnek más szempontból is feladata, hiszen az Oktatási Bizottságban is tevékenykedik. Most van egy igen feszültséges téma, amin túl kell jutnia nem csak a bizottságnak, hanem majd a közgyűlésnek is, a középfokú oktatási intézmények átszervezése. Ön hogy látja ezt az ügyet? Hát először is a választókörzetemben két speciális iskola van. Az egyik az Éltes Mátyás iskola, ugye a bizonyos hátrányos helyzetű gyerekeknek a képzését se folyik ott, a másik pedig a Tási. A Tásiban folyik felnőtt képzés, folyik szakképzés, és folyik általános iskolás képzés is, sportiskola is. A igazgató úrral, a Mecsek Nyugat iskola központ igazgató úrával és a Tási igazgató nőjével gyakran beszélgetünk, és abban maradtunk, hogy, és ezzel én teljesen egyetértek, hogy a Tási legyen alapvetően sportolókat képző iskola. Ez nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni, hanem 3-4-5 év múlva, de mindenképpen sportolóképzés folyjon ott, alapképzés természetesen, és legyen sportolóképzés. Az egyéb iskola problémákkal kapcsolatban annyit kívánok elmondani, hogy ugye az a demográfiai hullám, ami megtörtént Magyarországon, Pécsett is, ez természetesen kihat a középfokra is. Egyre kevesebb pécsi gyerek jár a középfokú oktatási intézményekbe, és viszont nagyon sok a nem pécsi gyerek. Majdnem a fele. Erre nem nagyon lehet megoldást találni, hogy ők mondjuk máshol folytassák a tanulmányaikat. Legfeljebb abban lehet ösztönzést adni más városoknak, hogy ott képezzenek minőséget, és ne vágyjon minden gyerek Pécsre. A másik ügy az, hogy ugye hiányoznak gyerekek, bár tele van a középfok, de hiányoznának gyerekek, hogyha a vidékiek nem járnának ide. A harmadik probléma az ugye az egyháznak a helyzete, egy államközi megállapodás alapján vissza kell adni a lővei épületét az egyháznak. Azóta is folynak a viták, hogy a funkciót is átadjuk-e, vagy csak az épületet, és magát a gimnáziumot átköltöztetjük valahová, hogy ez pontosan hová, erről még mindig folyik a műhely munka. De most úgy tűnik, hogy a lővei sorsa azért egy időre megoldódik, hiszen ha nem sikerül épület cserébe megegyezni, akkor 2020-valahányig úgy néz ki, hogy talán biztos lehet ott a helyük, legalábbis tegnap egy oktatási fórumon ezt hallottuk. Nagyon kevés időnk van még hátra, egy picit még arról kérdezném önt, hogy hogyan tartja a kapcsolatot a választókerületben élőkkel, hiszen most már 10 éve képviselői, tehát nagyon sokan jól ismerhetik önt. Milyen fórumokon lehet önnel találkozni, vagy egyszerűen fel lehet önt hívni mobiltelefonon is? Elég gyakran felhívnak mobiltelefonon is. Kicsit megnehezedett a helyzet, mert ugye a múlt év tavaszáig én irodavezető voltam, és ott dolgoztam a Tüzér utcában, tehát a választókörzetem sarkán bárki bármikor bejöhetett hozzám, és elmondhatta a panaszát. Most azonban már nyugdíjba mentem, és kevesebbet tartózkodom ott, de körülbelül 2 hetenként körbejárom a körzetemet, gyalog természetesen, nem autóval. Körbejárom a körzetemet, nagyon sok emberrel ott személyesen találkozom, és havonta egyszer fogadóórát tartok, vagy a Tüzér utcában, vagy a Szivárvány gyerekházban.
Elég kevés az érdeklődő érdekes módon. Uránvárosban az emberek talán nem annyira nyitottak, nem annyira érdeklődők, mint olyan körzetekben, ahol sok a családi ház, ahol családiasabb a környezet, de azért eljárnak. 5-6-an mindig eljönnek a fogadó órámra. Én köszönöm szépen, hogy eljött most is erre a különleges fogadóórára, és válaszolta a kérdésekre. Sok sikert kívánok további munkájához is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi itt a Pécs TV-ben legközelebb május 6-án, kedden este 7:30-tól tartunk képviselői fogadóórát, akkor dr. Kunsz Márta a 15-ös és Bognár László a 16-os számú választókerület képviselői lesznek vendégeink. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!